hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy, hello! Vagy... Szokták volt mondani, hogy a kivétel erősíti a szabályt, most is ugye vasárnap vagyunk, de én ezt azért olyan nagyon nem értem, mert a kivétel mitől erősíteni a szabályt? Állítólag egy félrefordítás eredménye ez a dolog, állítólag eredetiben próbára teszi a szabályt, de nem érdekes. Ha van mondjuk egy kiló zöld borsom, és mindegyik kicsi darab zöld, de egy piros van benne, attól még a többi nem zöld. De Laci, attól, hogy vasárnap van, te megőrültél teljesen. De nem csak hihetetlen gyorsan beszél. De nem, elgondolok. Semmi értelme. Szerintem ezt alaposan végig gondolta. A zöld borsók és a piros borsók... Igen, mert a piros borsó az ritkább. De az nagyon ritka, és attól még nem lesz a zöld borsó piros, hogy mondjuk van benne egy piros, és ezáltal nem erősíti a kivétel a szabályt, nem de bár. És te a mindennapi egy során így a hüvelyesekkel mennyit foglalkozol? Mert alaposan a végére jártál a dolognak, esetleg egy könyvben talán majd össze is. Én csak annyit tudok róla, hogy ha vége piros pettyes, akkor baj van. Hát miért? Az a túró Rudi, nem? Azt akartam csak... Nem, az a pöffetek gomba. Ezt most hogy jött ide? Csak az, hogy benne hagyjalak egy szarvicben. Tessék? Hogy a vége pöttyös. Hát hogy a vége pöttyös, az jó. Akarod tenni, hogy eljátszom a pöffetek gombát? Várjál, arra rá kell. Én a pöttyöt szeretném. De Imre, az akkor pöff, hogyha rálépnek. Nem? És de? Aki ilyen mérges gombát teszik, azzal mi történik? Olyan lesz, mint a hajósan is. De már úgy fekszik a földön, és mit mondunk rá, hogy? Hogy? Mágdaglek! Mondjad neki! De Laci, ezt te nem tudod, honnan származik ez a szöveg. Mi a megdöglek? Persze. Tőled? Egyszer utaztunk nagyon sokat, voltunk Romániában, és sajnos, nem tudtam, de sajnos az Imit osztották be ugyanabba a buszba. Erre még rájött a János, és hárman utaztunk. El tudod azt képzelni, mi volt? Borzasztó volt. És ezzel traktáltak engem, hogy állandóan azt kellett mondanom. Olyan mondatokat kellett feladni neki, amire ő azt tudtam mondani. Hogy megdög lesz. Mi van azzal az ember, aki ott fekszik? Azt mondta, semmi fekszik. De hogy nem nagyon levegőzik. De nem levegőzik. Miért, mert nem él már? Nem. Hát akkor mi történt vele? Mák! Elviszitek a tenni. Mondjad! Mondjad! Mi történt ezzel az emberrel? Melyikkel? Aki ott fekszik. Aki ott fekszik, aki már nem vesz levegőt? Igen. Mák Douglas! Na, tehát ott tartottuk, hogy a kivétel nem feltétlenül sokáig erős. Sokáig nem kéretted magad. Én azt hiszem, hogy ebből ezzel legyünk lesz, túl. Hogy azt mondta, hogy nem kell, hogy mindig ez a figura meg a hang, igen. És akkor elég hamar kijön. Innentől nem beszél. De neki meg volt a sikerekkel. De egyébként azt te nem tudod, hogy amikor legelőször indult ez a műsor, akkor engem fölhívtak, hogy van-e kedvem beszállni. De a heti hetesbe? Persze. Ki, és akkor elkezdték. Figyelj, és akkor lett ki az akkori producer. Aha. És akkor elkezdték, mondtam, hogy kik vannak benne, és akkor kezdték, hogy Bajor, mondtam, köszönöm szépen. Nem, és ezért nem jöttem. Hát most kizárólag helyeztem, hogy is mondtam. Így kerültem én bele? Vagy nem? Így kerültél, hogy egy kibar. Ez mindenki olyan nagyra van, hogy amikor ez elindult, akkor egyébként őt is. Én a magam részvétől mondjam, hogy amikor ez elindult, akkor én egy egyszerű tévénéző voltam. És ma is gyakorlatilag. Úgy feladtad, hogy tudod feladtad. Így feladni? Vagy ő, vagy én, azért csak mondom. Mindegy, azt tudtam, eddig azt hittem, hogy egy poéngyilkos vagy, szimpla gyilkos vagy. Van egy jó hírem, tudod a Dolák Sali hol fog a jövő héten ülni? A hajós helyén. Márhogy ne, az hogy? Hogy érted? Szerintem, Mára, máshogy fogalmazom meg. Teddy, a rádió kabaréban ne hívd meg, mert látod, hogy... Már voltam. Esztétikai ez egy dupla fenekű poém volt. Az volt eddig a bajod,
hogy mindig azt mondták, hogy te a havas helyén ülsz. A havas volt eddig. Most volt egy jó hírem, hogy neked van helyed, igaz? Én nem csak nem tudtam, hogy... És hogy... van egy rossz hírem, hogy azon többet nem ülsz. Jó, hát óriási. Ezt finom, hogy adtad neki az étedet. Egyébként elég szarba lehet a műsor, hogyha engem hívtatok meg, vagy engem hívott meg a producer, ezen sokat gondolkodtam. De mennyire sem. De most komolyan, most gondoljatok bele, politikához. Nem akartak téged meghívni. Nem akartak ez... meghívni nem? téged. Nem. Mi könyörögtünk. A jövő héten is vasárnap leszünk, ezt akarom tényleg? Mondani. Igen. Én látod, föl is öltöztem, mert tudtam, hogy ma vasárnap van. Van annak valami oka, igen. Igen. Beszéljünk egy picit még a ma estéről, hiszen utánunk feltétlenül érdemes itt maradni az RTL klubon, hiszen 21 óra 30-kor az év egyik legnagyobb boxmérkőzését. Én felolvasom normálisan. Én is ezt csinálom. Ezt megtennéd? Beszéljünk csak a ma estéről. Ezt most már mondjam. Ez is. Már az. Csak a ma estéről, igen. Annál is inkább. És inkább, igen. Tudom, hogy indián gyerek kérdezi az apját, én mi vagyok? Inka, és te apám, mi még inkább. Igen? Mert... Igen, szerintem olvast. Mert utánunk is maradjanak az RTL klubban, hiszen 21.30-kor az év egyik legnagyobb boxmérkőzését közvetítjük, a Morales-Barrera összecsapást. Ha most pedig engem látnak, akkor ne kapcsoljanak sehová. Ezen a héten is kaptunk szép számmal leveleket, engedjék meg, hogy néhányból idézzek. Kaliforniából érkezett, és Bajor Imrének szól. Igen. Kedves... Adjátok, folyamatosan adjátok az arcom azért, nem? Kedves ikertesó. Hallod, ikertesó. A gázimat nehogy beolvasd. Ne. Szóval, kedves ikertesó. Barátaimtól hallottam, hogy a múlt héten megérezted, hogy van egy ikertestvéred a távoli Amerikában. Gazdag leszek! A nevem James Bajor. Los Angeles kertvárosában élek, gyáraim vannak. Hobbi szinten színészkedem. Egészségesnek, de egy kissé hipohondernek érzem magam. Szeretem a viszkit, alacsony, bajuszos, kissé kopaszodó ember vagyok. Várlak tesókám Los Angelesbe, és azonnal átutalom 500 millió dolláros vagyonom felé. Legalább mi színes bőrűek tartsunk össze. Ölel testvére, James Bajor! Hát sziasztok. Nem is mondtad, hogy te néger vagy. Nekem a piszoárnál feltűnt valami, de nem tudom arra gondolni. Ha igen. Ez igaz lenne engem, annyira nem érdekelne ez. Ez a műsor. Már most indulni. Legyen meg azt. De látod, hogy elmondtad, azért elgondolkoztam. Hát ha holnap el tudnék repülni. De miért neked? Nem jó itt. Mit? Nem jó itt neked. De, hogy nem, én csak viccelek, barom az ország. Az ötödikei népszavazással kapcsolatban két levélből idézek. Tisztelt heti hetes, szégyellem magam, pedig nem csináltam semmit. Nem is tudom, mit tegyek. Ha igennel szavazok a kettős állampolgárságra, félek, hogy alapot adok a határon túli magyarokat érhető atrocitásokhoz. Ha nemmel, gúnyolódás tárgyává válhatok. Politikusaink önös érdekből felhasználják őket, és velünk végeztetik el a piszkos munkát. És a másik pedig gumicsirkében. Szereti ön a kettészakadást? Akkor ön szereti a népszavazást. Nemmel szavazós, kormánytámogatós, igennel szavazós, ellenzékes, nem arról szólós, amiről vitatkozós, kampányos, mellébeszélős, melyik pártot többen támogatós, közvéleménykutatós, kirekesztő, beszavazós. Szerintem ez ilyen egyszerű. Szerintem. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gámold János! Hernádi Judit! Dolágsali Róbert! Hajós András! Farkasházi Tivadar! Lehet a levelekhez lehet hozzászólni? Igen. Szerintem, ha valaki helyesnek gondolja a szavazatát, akkor ne szégyelje magát. Hát olyan...
Mindenki hogy rám nézett. Nem, csak ilyen harcos, kiállásos. De miért? Szerintem. De szerintem. Olyan rossz ez, hogy szégyellik magukat, hogy amit gondolnak. Azért szégyelli, mert mások meg azt mondják, hogy ő elválik, mint a vízan izétól, meg hogy ő aljanép, meg ilyen. Az van belé, tudod? Súlykolva az ember. És azért azt gondolja, hogy jaj, ő rossz, nem akar elválni, mint vízan. Hát de vízan izétól. De emberek, hát ne féljünk már. Oda jönnek, és azt mondják, hogy te egy szemét vagy. Hát akkor én tudom, hogy nem vagyok egy szemét, akkor azt mondom, hogy az ember nem mindig van erről meggyőződve. Na hát akkor itt van. Egy református körlevélből idézhetek, mert ez nagyon teljesen politikamentes. A Kárpát-medencei Reformátusság élő közösségének megnyilvánulása, hogy határon túli lelkészek vendégszolgálatával ünnepelünk advent első és második vasárnapján közel 500 magyarországi egyházközségben. Kicsit később éljünk ezzel a lehetőséggel, és szavazunk igennel a kettős állampolgárság ügyében feltett kérdésre. Hát most erre mit mondjunk? Hát, erre? Hogy vasárnap kampánycsend idején a templomba... Nekik lehet, és nem ígért fognak majd hirdetni, hanem igent mondja. Hirdetnek. Még egy pillanatig hagyd mondjak valamit, mert itt most ugye az egyik fél azt mondja, hogy egy fillérbe se fog kerülni, a másik mindenféle számokat húz elő, hogy ez mennyi mindenbe fog kerülni. És ugye az egész a határon túliak rovására történik, pedig egész másról van szó. Ezek a pártok most azon versenyeznek, hogy ugye a határon túl nagyon népszerű a Fidesz, tehát hogyha kettős állampolgárság lesz, akkor onnan a következő követelés az lesz, hogy szavazhassanak. Márpedig akkor évtizedekre eldől a magyarországi politikai helyzet, és erről egy nem baloldali ember, az Ungvári Rudolf a következőt írt az Élet és Irodalomban két napja. Ha a határon túli magyarok magyar állampolgárra is válhatnak, olyan politikai uralom valósul meg évtizedekig, amelyben politikailag párjának fogok számítani, hazátlannak, idegenszerűnek és bestelennek. Ha a határon túl élő magyarok állampolgársága ellen szavazok, akkor a lelkiismeretem ellen szavazok. Tökéletesen igaz. Az nem is lehet, hogy úgy legyen valaki állampolgár, hogy nem szavazhat. Hát azt senki nem meri mondani. Az a legtermészetesebb, hogy azért állampolgár, mert mindent csinálhat, amit a másik állampolgár csinál. Hát ettől élni, épp, nem? Hogy nem lesz állampolgár. Tehát pont arról szól ez, aki ezt ellenzi, az pont azt mondja, hogy ettől éppen, hogy nem lesz állampolgár, ha ilyen félmegoldást csinálunk. A Független Magyar Művészeti Alapítvány egy felhívást intézett, hogy építsük fel a Beregszászi Magyar Színházat. Évi 120-130 előadást tartanak, 110-en voltak, most összesen 29-en vannak. A művészeti vezetők a Vidnyánszky Attila, aki már egy híres, nagyszerű rendező. Igen, itt a határon belül is, igen. Ahonnan nézzük. Nem tudom, milyen pénz van Ukrajnában, de 9000 forint a havi fizetésük. 2,5 millió forintot kapnak egy évre egy színház az ukrán államtól. Ehhez a felhíváshoz már csatlakozott az Új Színház, az Örkény Színház, a József Attila Színház, a Madách Színház, Bárka Színház, Tatabánya, Nyíregyháza, Operett Színház, Nemzeti Színház, és így tovább, és így tovább. Mi lenne a helyet, ezt csinálnánk? Már késő. Miért? Hát ez a 4-5 milliárd forint, amiben ez a vasárnap kerül, abból például anyagban lehetett volna küldeni pénzt, vagy bármit. Bodor, Pál, Jancsó, Miklós, Bőte, József és Törőcsik majd írta alá ezt. Igen. Ezek jó nevek? Jó. Akkor én is. Én? Lemondott képviselőjelöltségéről az MSZP-s Kránitz László. A politikus ellenfelei szerint választási csalást követett el azzal, hogy több mint 130 nyugdíjasnak 500 forintos vásárlási utalványt ajándékozott a választások két fordulója között. Az utalvány mellé egy-egy saját képével ellátott kártyanaptárat is adott. Az MSZP szerint a fideszes Nagy Andornak is vissza kellett volna lépnie Széchenyben, mert egy DVD lejátszót és egy számítógépet ajándékozott egy óvodának. Az MSZP álláspontja szerint ezzel befolyásolhatja a választók szándékát. Tudjátok, az óvodás választók szándékát. Tudjátok, ebben mi a mérhetetlen szomorú? Az összeg. Igen. 500 forint, az egy kávé és egy kóla, ugye? Hol? Hát ezért nem. Tessék? Hát valahol egy kávét nem kapsz. Egy rosszabb kávé. Jó, de most egy olcsó helyen egy kávé, meg egy kóla. Ezt is elkérjük. És ezzel vesztegetik meg a nyugdíjasokat.
A Széchenyibe kérlek szépen, azzal vádolják egymást, hogy az MSZP szerint Litkén sört és kenyeret, sóshajtjánban a Nagy Andortól virágot, almát és sapkát kaptak. Igen, ez a borzasztó szomorú. Az óvodákban meg az a helyzet, hogy ezt kivizsgálták, mert azt mondta a Nagy Andor, hogy azért vitte a DVD-t, meg kirabolták ezt az óvodát. Ez szerintem ez egy gyenge éve, a nyugdíjasokat is kirabolták már egy párszor, ugye? Csak most különböző ilyen történelmi dátumokat kéne mondanom. Nem is rabolták ki, és az Index kinyomozta, kérlek szépen, a három óvodába vitt, a Kip-Kop óvodába egy tévét, a Cseperedőbe egy DVD-t, és a Mesekuckóba is egy DVD-t. De én nagyon örülök ennek, csak hát miért a választásokat? Miért nem vitte akkor, amikor nem volt választás? Mondjuk gyereknapra. Igen. Így, hogy sapkát kaptak, meg kitűzőt, meg nem tudom, és úgy eszembe jutott, hogy akkor lehet, hogy régen is megvan. Emlékszem, hogy én kaptam papírzászlót piros anyagból, és azt kell tűz. Én vesztegetve? A Betlen mondta a hét poénját teljesen önkéntelenül reggel a televízióba. Azt akartam mondani, hogy vásárlási utalvány, és helyett azt mondta, hogy választási utalvány. Hetek óta feltételezések terjengenek egykori ügynök múltamról. 1963-ban valóban aláírtam egy beszervezési nyilatkozatot. Elszámolással önmagamnak tartozom a történtekért. Többet erről nem fogok mondani, írja a neves színikritikus Molnár Gál Péter a Népszabadságban. Kiderült róla ugyanis, hogy Luzsnyánszki néven rendszeresen írt jelentéseket színészekről. Az a helyzet, hogy amikor őt beszervezték 1963-ban, akkor nagyon valószínű, hogy őt volt mivel megzsarolni, mert hát akkor beszéljünk így őszintén, ő egy olyan ember, akit akkor le lehetett volna ültetni. Börtönbe lehetett volna zárni bizonyos dologért. De az biztos, hogy ha végig gondoljuk, hogy ugye azt mondja, hogy a Latinovicsot figyelte meg, hát hogyha ha belegondolok, a Latinovicsnak minden, soha életében nem hazudott, mindent mindig úgy mondott, ahogyan ő akart. Mi a jó, ha ő azt vállalt, hogy őt figyeli meg, akkor ne haragudj, de az valahol egy olyan dolog, azon nem volt mit megfigyelni. Arról mindenki mindent tudott. De hát gondolom, nem ő találta, hogy választatok, kapott egy listát, azt mondja, hogy kit figyelne meg szívesen? Hát nem tudom, de ezek kerülő dolgok. Én szerintem, szóval túl most mindenki megdöbbent. Én nem döbbentem. Én szeretném megvédeni, mert Jucival értek egyet, mert most azt írták róla a Népszabadság, hogy ezentúl csak várostörténészként számítanak rá, és többet ne jön kritikát, mert ugye nem lesznek hitelesek a kritikái. Én szeretném megnyugtatni a Molnár Gál Pétert, hogy most, hogy ezt megtudtam, ugyanolyan hitelesek lesznek a kritikái, mint eddig voltak, mert és itt vitatkoznék a Verbes Pistával, aki nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy nem meglepő, ami történt, mert Molnár Gál minden cikkében ott volt a pillanatnyi politikai érdek és a saját érdeke, ami a saját ízlésvilágát megtagadta. Lehetett tudni, hogy a cinizmus, a minden etikai megfontolás elhárító attitűd mikor, miért működik. Én meg azt vettem észre, hogy ő legjobban azt élvezte, hihetetlenül tudott írni, egy zseniális ember, csodálatos stílusa van, nagy ismerettekkel rendelkezik, hogy egy színház remeget, mert senki nem tudta, hogy mit fog írni, mert a sárga földig pocskondiázott egy ragyogó előadást és egy borzasztó előadást az egekben, mert ugyanakkor egy egekben emelt egy nagyon jó előadást és leszidott egy nagyon rossz előadást. Az volt a legfőbb öröme, hogy annyira tudta a szakmát, hogy kiszámíthatatlan volt, és én nekem nagyon rossz véleményem van róla, és ez semmi köze az ügynök törvényhez, hogy és azért tartom borzasztónak, amit művelt, mert ha a futballmeccsekről írt volna, amit én látok, akkor azt mondom, neki ez a véleménye, nagyon érdekes, elolvasom. De Magyarországon egy csomó ember nem jár színházba, nem jár koncertre, hanem elolvassa az MGP-t, meg elolvassa a Fáit, és azt hiszi, az volt a koncert, és ez a színház. A szakmai tudása, a színházhoz való értése, ez tényleg fantasztikus. De amit most elmondtál, hogy jó előadásról írt rosszat, rosszról jót, az az írás tudok felelősség lenne, hogy mondjuk 50 év múlva, 100 év múlva, ha valakit érdekel, előveszel egy Molnár Gál kritikát, szóval ilyen szar előadás, tehát nem igaz. Tehát sokszor nem volt igaz az. Hát azt mondom. Na de hát ez, és akkor nem érdekel engem, hogy ügynök volt, vagy nem. Ezek bűnök, ezek nagyon nagy bűnök, és nagyon sok kritikus társa van neki, akik még ügynökök sem voltak. Ezt akartam elmondani, hogy a Koltai például, azt eddig ugye lehetett tudni, hogy a Molnár Gál mit ír, akkor a Koltai egész biztos, hogy pont az ellenkezőjét írja. Most nem tudom, szegény Koltai, hogy fogja megtalálni magát. Most Koltai Tamásról beszélsz, de tudjátok, hogy
Mi van? Most mi ugrott be? Hát itt 70-en voltunk ebben a műsorban eddig, ugye? Körülbelül. És? És azt mondják, hogy Magyarországon rengeteg ügynök volt. Hát itt három ember. Hát itt három ember volt közöttünk, akit. Hát a Koltai, a Ken és a Bodogi. Mi? Mi? De nem értem, hogy ügynökök voltak? Hát mind a három. Mi? Ügynök halála? Én már értem. Ja, gyereket, engem kéne elvetek! A lélegzetem megállt. Hát megdög lesz. Ja Isten, rúzsos lett a szemüvegem. Mondaná valaki nektek, hogy a dolákot megfigyeltek? Na azt el, tehát az pillanat az alatt. Hát én például, kérlek szépen, kétszer láttam az önálló eskedet. Igen. Ezen mit figyeltek meg? Itt van a papír. Tényleg? Persze. És megfigyeltek téged? A második kerület Marcibányi téri művelődési központban hetes kör elnevezéssel, csak úgy mondom, új klub alakult. Házigazdája Dolágsali Róbert, alapító tagok nem hatalmaztak fel, tehát őket nem mondom. Tervük, hogy elsősorban az új hullámhoz tartozó együttesek koncertjeit szerepeltetik, valamint lemezbemutatókat, rocktörténeti előadásokat, filmvetítéseket és híres emberekkel élménybeszámolót rendeznek. Megjegyzés, Dolágsali Róbert a Szabolcs-Szatmár megyei RFK 3x3-as osztály látókörében lévő személy. Képzeld, onnan néztek, ez ilyen vettek. Íregyházáról? Ezért néztek. Se te nem csutja rá a kezés. Intézkedés, a klub ellenőrzését megszervezzük. Én azt nem értem, hogy tényleg miért Szabolcs-Szatmárból néztek, szóval azt nem értem. De szóval ki kérted magadról ezt a... Ki? Hogy nem ezt kértem, én nem ezt? Mikor, hát én nem csodálom, hogy megfigyelték. Hát mikor az irat? Azt lehet irat 1982, október 25. Én azért kértem ki, mert az én édesapámat szerintem eltették lábalon. Én arra gondoltam, hogy róla megkapom az anyagokat. Róla nem kaptam meg, de rólam igen. Úgyhogy úgy tűnik, hogy... Ha még egy darabig tart, akkor én már de megértem. Igen, őszinte legyek, nem ér. Isten bizony mondom. De miért? Hát van egy szabad délutánod, menjünk már be. Hát. Engem lehet, mert én nekem voltak ilyen kapcsolatai. Én mondtam nektek, hogy azt mondta a történeti levéltár igazgatója, hogy nézegette az iratokat, és néha úgy felfordult a gyomra, hogy a Kölöndik az oktogonig gyalogolt utána. De a Dolágsalit nem csodálom, hogy megfigyelték. Én csak az apámra voltam kíváncsi, nem hát magamra. Az egyik legjobb Kádár volt. De hát akkor nem is jött még arra, amikor Kádár paródiák volt. Hát már de ő zseniálisan az csinálta Kádárt. Az az üveg mellettem csapódott be, amit egy bácsi hozzám vágott, amikor azt mondtam, hogy most pedig kedves barátaim, így mellettem becsapódott az üveg. Hát a gyerekek az Árkussal, én is csináltam Kádár paródiát, szeptemberben fölvettük, és decemberig vágták, és azt hiszem hat mondat le is mondani. Az volt a címe, egy riport egy első táblás sakkozóval. És akkor olyanokat mondtam, hajra a vasas, ez ennyi volt. De hát Kádárt akkor mindenki. De nem, engem nem érdekel, hogy mit nem tudom. Az Eperjes tudom. Miért volt nektek ez jó, hogy én jutam azt. Van egy ördögébb dolog, kérlek szépen, játszottam, teleplődtem Madár Színházban. Nem ez az ördögi, hát az is egyáltalán oda játszik az ember prózát, de bejött egy kolléga a szünetben, nem mondom meg a nevét, aki teljesen kétségbe esve azt mondta, hogy itt MGP ügyben az ő neve is fölmerült, hogy ő is szintén besugó volt, és ő emlékszik rá, hogy ő nem. Na most, na de hát ezt mit lehet ez ellen tenni, hogyha elterjed rólad, na, papír hát nincs. Akkor én most mondok valamit. Én szerintem ez a másra nem jó, de arra jó, meg amit most mond, mindegy. Szóval, hogy a... Melyiket mondjam, a hajós? Szóval mindegy, hogy most ugye a Jancsó is azt mondja, hogy ő megfigyelte a Hernád, itt már mint a Gyulád. Szóval én szerintem viccel, de lehet, hogy nem, én nem tudom. Szóval ezek a dolgok arra jók, hogy egyszer most tényleg megszavazzák azt az ügynök törvényt. De nem fogják megszavazni. De meg kéne, mert akkor a halomban már szőnyeg alá besöpörve, hogy az ember már nem lát, mint a Himalája. Gyerekek már mindent elhisznek, hát a Kovácsot most azzal vádolták, hogy KGB iskoláját a Putyinnal. Na de legalább... De nem itt, az Európai Unió.
unióba. Derüljön ki az egész. A Velebes azt mondta, hogy nem kéri ki az aktáit, mert nehogy kiderüljön, hogy a Ken megfigyelte, és egy óra múlva hívtak egy rádiótól engem, hogy igaz-e. Jó, Istenem, ezek akkora hülyeségek, hogy... Ezt be kéne csukni, ezt a rohadt szekrétbába, vagy nem egyszer kiokádni. Nem be kéne csukni, egyszer ki kéne nyitni, hogy essen ki az egész, és utána az egész... De nem fog kiesni nálunk. Én szeretném egy egész más aspektusát, mert a színész... Téged nem figyeltek, mert most te aztán tényleg... Pedig olyan dioptrián volt, hogy elég lett volna közel állni hozzám, az agyamba be lehetett volna látni. Mit látnak? A szőkenők mozgalma a negatív megkülönböztetés ellen. Aktivistái egy petíciót nyújtottak át az Esélyegyenlőségi Minisztériumban, miután egy vendéglős arcába tortát dobtak, a falára pedig tojást, amiért üzletét így reklámozta, tudod, mit jelent a szőkenő hajában egy barnatincs, a reményt. A helyettes államtitkár szerint jogos a szőkenők tiltakozása a róluk szóló tréfák ellen, mivel testi jellemzők alapján kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Nem tudom, mi bajuk van, azt is írta volna, hogy mit jelent a szőkenő hajában barnatincs, hogy le van szar. A szőkenős viccek nem a szőkenőkről szólnak, hanem a szőkenőknek egy nagyon pici részéről. Vannak olyan nők, akikről semmi jót nem tudunk azon kívül elmondani, mint hogy szőke a hajuk, és ez a foglalkozásuk. Egészen sötétek. Igen. De, és vannak nagyon buta nők, akiknek egy része szőke, egy másik része pedig férfi. Sőt, a nagyobb része férfi, mert több a buta férfi, mint nő. Nem csoda, hogy éded a szőkéket, mert a balnát baromi nehezen tudod csinálni. Az egy kamukéjó volt az a... De most én ezt nem szüvetem. Az egy kamukéjó volt az a tüntetés, mert hogyha valaki a pofájába kap egy toltat, és majd elő elfordítja, és szinte így mutatta, hogy... Én ebben nagyon, akkor nagyon jól csinálták. Én elhittem, hogy az tényleg összejöttek a szőkenők. Ez egy étterem reklám volt. Az én nem tudtam, ezt most komolyan mondom, nem tudtam. Egyébként van egy axióma a szőkenőkről, nem tudom, hogy tudjátok-e. Axióma. Nem is látod, hogy hogy fejlődt végén. Ott van egy ilyen szó. Axióma. Na, és hát azt én írtam. Azt mondja, hogy az a szőkenő, aki nem érti meg, hogy nem ő a szőkenő, akiről a vicc szól, az az a szőkenő, akiről a vicc szól. Egy axiómával lettél gazdagabb, lát? Ezek szerint... Mondtam neked, hogy a második részre följön. Ez nem euklédeszi, az nem az. Nem az a Pitagórasszal keverem. Jó, azt hiszem, más beszéltem. A Teddy előtt ilyet... Az én axiómám szerint te is szőkenő. Igen, mert én ezt nem értem, tehát akkor én most szőkenő vagyok. Nem. Tehát az nincs... Már van nálam két kis letépet ilyen szigetelő szalag darab. Majd ezt nektek szántam, hogy milyen formában adom át, azt egyelőre. De ne csodálkozzatok, ha egyik éjszaka kaptok egy borítékot benne sárga szigetelő szalag darabban. Most félek egy kicsit. Én csodálkoztam, mikor megszűntek a műsorai, de most már nem. Mindig... Erre te egy egész estet föl tudsz építeni egy ilyet. Nem volnátok itt, jó lennék. Én mindig összecserítem gyerekkoromban, hogy Nabukodonozol vagy Nabukodonozol, de most annyira nem ezt tudom már. Ezt megőrültem. Na melyik? Nabukodonozol vagy Nabukodonozol? Úgy néz ki a második, Teddy. A más, arra esküszöm én. De mondd utána. Arra esküszik, nem mondjad ki te. Nabukodonozol. Az. Jó, sprét mondani helyette. A fél millió. Annyira föl fogod húzni a Hernádit, hogy ledobja a parókáját és iszik valamit. Tehát ez nem lehet egy férfi emberrel. De az is legalább egy 10-20 embert hoznám magaddal, aki... Az a baj, hogy hozott, és azok se tapsolnak. Ez is elég nem van. Nézzek, ez a szektor az enyém. Ha úgy öltöznék, akkor nekem is lenne. Úgy kell öltözni. Tehát. De én azt akarom, hogy engem találnak meg, tehát, hogy küzdjenek meg. De hány éves vagy? Mikor hány? Igény szerint. 30 elmúltál már? Miről, pénzről van szó? Nem, karrierről. 30 elmúltál már? Ja. Mert van egy ilyen mondás, aki 30 éves koráig nem csinál karriert, az már nem fog. Jó.
Mondta a Dunai hajóst, ugye, mert hogy ott laksz a Dunapart közelébe. Más összefüggés nincs is. Tudod a nevét a Dunai hajósnak? Emlékszel rá? Búzs Demeter. Búzs Demeter. Valóban. Na, úgy mondtam. Nagyszerű. És engedd meg, hogy én legyek az első, aki meggratulállak téged. Ezért. Köszönöm valóban. Szépen. Ez már ki is gondolva. Azt hittem, hogy azért Búzs Demeter, mert mindig rossz kedvű. És azt tudod, hogy a Konzsuzsa játszotta? Igen, csak akkor még... Hosszú haja volt. Csak akkor még kopasz volt. Lesz neki Jákso meg hajós viccek. Igen. A Jákso vicc egyébként van, ezt már elmondtam, itt hallottam valahol, hogy Jákso meg a haverja utaznak a buszon, és Jákso megkérdezi, hogy leszállunk, mire a haverja azt válaszolja, hogy nekem már van. Jobban hangsúlyoz majd, igen, a leszállunk ott, és akkor világosabb lesz a poén, jó? Tehát majd szakmelyek eljössz. De ezt nagyon szépen csinált, mert rá kell jönni, és nem kidobni. Igen. A színészek csinálják, hogy zsíroznak, de az igazi amatőrök azok finoman elegek. Bulvár, regy, kasszár, hegyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Ne haragudj emiatt. Egy közös lemez esetleg. Egymásra találtunk az évek során. Ez nekem majdnem tetszik. Akkor egy könyvet... Milyen így... hamar elmegy az ember hallása, érdekes. Igen, mert a hajós más hallású. Igen. Szeretlek, Csiágöcsi. Félmilliós tüntetések közepette csalással vádolja az ellenzék az ukrán választás győztesét. A jelenlegi kormányfőt, és ezt több esetben a nemzetközi megfigyelők is alátámasztják. Putyin szerint felháborító az EBSZ beavatkozása. Washington kijelentette, nem hajlandó szóba állni egy tekintélyuralmi rendszerrel. Hát ez biztonság, hogy csalás, mert mondjuk volt Donetszkben és Poltaván néhány körzet, ahol háromszor annyian szavaztak, mint ahányan élnek. De mi lenne ez csalás? Ilyen már volt a történelemben, úgyhogy... Hát ilyen teherautókon 5% volt a szavazóknak az a része, amelyik nem a lakóhelyén szavazott. Minden országban van ilyen, ez egy borzasztó pici rész, különösen közel Ukrajnában mennyit vikendeznek az emberek össze-vissza. Tehát 5% volt az, amelyik máshol szavazott, és nem is egyszer. Hát lehet, hogy csak hiperaktívak. Találkozásokban... Hiperaktívak? De nem a... De citáltak ide-oda. De azért, mert a Találkozások magazinnál dolgozik egy nagyon helyes lány, Dombovári Vanda, és az kifejezetten hiperaktív, egész nap ugrál, mint a gumilabda, és őróla mondta valaki, hogy elmegy mellettem, köszön, utána nézek, hogy megnézem a segét, és már szembe jön. De teljesen független a Janukovics, csak nem nagyon tud ukránul. A Kucsma rögtön elrohan Szentpétervárra. Picit ilyen nagyon orosz befolyás alatt állnak, de különben ez egy teljesen szabályos szavazás. A tévék is mind ilyen orosz párti ukrán kézen vannak. De nem akarok itt okoskodni, mert utána néztem, de ez, tehát nem arról van szó, hogy én ezt tudtam. Mondok nektek egy ukrán szabadságharcost, akit mindjárt ismertek, csak nem tudtatok róla. No. Shevchenko. Igen, igen, de az most a Milánnál harcol. Ki volt a szabadságharcos? Te most nem fitogtatok, mert tényleg a könyvből megnéztem. Mondja, én sem tudtam. De mondjad meg! A Mazeppa. Értem. Ja. Ez egy zeneszerző. A Mazeppa. Hát ugye mindnyáján tudjuk, Lisztnek a leghíresebb szimfonikus költeménye a Mazeppa, amit évtizedek óta hallgattunk. Szergejevics Mazeppa. És a Mazeppa, én azt hittem, hogy lengyel volt, de nem ő a ukrán függetlenségi harcos, mert Ukrajna 1000 év alatt 100 évig nem volt független, hol lengyel volt, hol litván, de főleg orosz. És a 12. Károlya harcolt az oroszok ellen. A 12. Károlyt ismered? Be lettél mutatva! Azért, drága Imrém, a harmadik viszki után mindenkit ismer. 12 Károly van ott. 12 Károly? Svéd király.
Hogyne. Na úgy. Aki megszökött a olyan szultán... Olyan Stockholm magasságába. Megszökött a szultántól. Oszlóban van különben. Kitől? A szultán. Szövetségese volt a törököknek, de a török porta elárulta. És hogy ezért... volt portás? Török, azt mondta, a török porta elárult. Beleszóltam én? Nem szóltál bele. Én halkan tanulok. Egy jó portás nem lehet kijönni. Nem, most úgyis hülyén néz ki, de én ámultam éveken át, kérlek szépen, mert a 12. Károly 15 nap alatt lovagolt haza. Honnan? Mazeppából. Hát... Törökországból zsidóz... Hát csak hárommal kapott ki. 15 évig nem volt otthon. Addig harcolt, mint svéd király. Képzeld el? Szeretnék király lenni. Édes úr! Most jön a poén, ami nem lesz poén, de nekem poén volt. Dehogy nem, majd mi csinálunk belőle. Fölcsiszoljuk ezt. Jani már egyezi nagyon. A Váci utcában van egy emléktábla, igen, szerintem ti is tudjátok, ott az Ényi utca sarkán, hát hogy itt lovagolt át 12. Irányi, irányi bocsánat. Itt lovagolt át 12. Károly. Na most egy bevásárló utcán átlovagolni. Hát nézem, akkor hogy még nem volt bevásárló utcán. De 1700-ban Váci utcán átlovagolt. De akkor még magyar ugrán volt. Na most... Ördögöd van, elhatároztam, hogy nem fogok megszólni, de történetesen kamaszkorom egy idejét átlovagló királyok lovaglás hang utánzásának gyűjtésével töltöttem. Számos kazettával rendelkezem. Én most teljesen, hogy hülye vagyok. Például, mondd meg, azért egy kicsit segítek, 12. Károly, vagy 7. lógóheréjű Henrik E., aki a következőképpen lovagolt át Brandenburgon, avagy Mecklenburgon. Én ezt nem jól csinálom, mert ez már a Hanza városa. Így, és ezt sokan nézik, itt is és a televízióban. Akkor én fölteszem neked egy kérdést. Tudod, mi lett 12. Károllyal? Mi? Magdaglán! Kár, hogy ezt az egész részt kivágják, de... Na most komolyan fordítva a szót, itt egy bársonyos forradalom zajlik, és a gyerekek, akik nem látták a prágai bársonyos forradalmat, meg nem látták a Ceausescuval a 89-et, ugye, meg a berlini fal ledöntését, azt most ugyanazt lehet látni az utcán, ahol van egy ilyen nagy orosz barátrész, ugye, viszont Ukrajnát nem nagyon fogja megsegíteni a nyugat, bár ők szeretnének függetlenek és önállók lenni, mert 48 millióan vannak, és az egy kicsit sok ahhoz, nem lehet egy dísztávirattal elintézni őket. Igen. Tehát ez egy katasztrofális helyzet. Egy biztos, hogy a Fidesz örül, ha bármelyik nyelmű, mind a kettő Viktor, képzeld el. A Janukevics is Viktor, meg a Jaschenko is Viktor, aki egyébként 3 hónappal ezelőtt meg egy nagyon szép arcú ember volt. De most már? Állítólag megmérgezték, de én ezt nem hiszem el a KGB-ből, tehát ilyeneket nem csinál. De az ellenzéknek, azoknak narancssárga a színe rá, de igen, adja, igen, hogy Viktor. Egy kanadai reklámszakember kezdeményezésére néhány nappal ezelőtt tartották a nemzetközi vásárlásmentes napot. Az üzletembernek elege lett abból, hogy életét azzal tölti, hogy más embereket beszél rá olyan dolgok megvásárlására, amelyekre egyáltalán nincs szükségük. Úgy véli, a karácsonyi stresszben élő fogyasztók a vásárlás helyett inkább egymással töltsék idejüket. Szép gondolat, csak nem tudom, hogy mennyibe kerül. De egyébként most a magyar özöme most jön haza ebből a Potemkin faluból, ott az osztrák-magyar határ mellett. Van most már Török Bálinton is, mert most már nem shopping centerbe járunk ám, hanem Outlookba. Azt tudod, a teniszben mikor... Outlet. Outlet az, igen. Igaza van a cóz. Honnan vettem én ezt? Az Outlookot? Azért, mert a poénjaidat az Outlook Express segítségével küldik neked e-mailben. Úgy maradt. Most leköp. De mondjuk mi szeretjük egymást, és megajándékozunk egymást. Te veszel nekem mondjuk 8000 forintért. Én veszek neked egy logopédust. Ez így kettő. Nem, igen.
Mondjuk fölhívlak, hogy Imókám, mit vennél nekem? Azt mondom, én vennék neked 8000 forintot egy teljesen fölösleges dolgot. És megkezdett, hogy én mit vennék neked? Mondom, én 5000 vennék neked egy teljesen fölösleges dolgot. Akkor megtartjuk az 5000-et, és akkor csak 3000 veszel nekem egy tökéletesen fölösleges dolgot, és mindketten kerestünk 5000 forintot. Ez nem jó? De jó, most kezdek, most csinálom, hogy több gyök meg. Egyáltalán akartál neki véletlenül ajándékot venni? De akartam. Én akartam volna. És Vicces? Nekem? Neked is és majd. Nekem is? Akarok. Akkor te egy én... nagyobb ajándékot. Képzeljétek el, én egyszer a kicsit is elfogadja, és tudod. Egy nagyobb ajándékot, és egy apróság. Abban már benne lenne a hazakísérés. Hallgassuk meg Hajós Andrást. Köszönöm szépen a versmondó lánynak a szót, hogy én egyszer a baráti körömben megcsináltam azt, nagyon sokáig magyaráztam, hogy nem kell, tehát szerintem nem kell megajándékozni egymást, én nem örülök neki, és nem hitték el az András ez, tényleg nem örülök neki, én soha nem vettem nekik ajándékot egy idő után, és aztán ők még mindig vettek nekem ajándékot, még akkor se értették meg, hogy nem akarok ajándékot, mert nem örülök neki. Mert ha de miért nem örülsz az azért el tudom magyarázni. Mert szar ajándékot. Amit ő nekem ad, hát ha meg... ő maga szarevő, de hát hogy megpróbálja eltalálni, hogy én mit szeretnék. Nem tudja eltalálni, hiszen azt, amit én szeretnék, sokszor még én se tudom. Nem biztos, hogy az ajándék ugye egy gesztus, hogy ő akar nekem adni valamit, azaz azért, hogy a szeretetét kimutassa felém, tök idegesen 3,5 órát járkál a boltokba, hogy a rohadt hajósnak meg kell már venni azt a jó dolgot, amit kitaláltam, majd megjelenik előttem egy ilyennel, amire soha semmilyen szükségem nem volt, mert ha ilyet akarnék, akkor én vennék ilyet, de nem akarok, ezért nincs otthon ilyenem. Hoz egy ilyet, és kölcsönösen eljátszuk azt, hogy mi majd örülni fogunk, de én nem annak örülök, hogy ő egy ilyet hozott, hanem annak kell örülnöm, hogy ő hozott valamit, ahelyett, hogy annak örülnék, hogy eljön, és szeretjük egymást, és egyszer, amikor hoztak egy ilyet, akkor fogtam magam, ez is ott hagytam, remek volt. Ott hagytam magam. Csak azért, mert én ezt kiérleltem, ezt a gondolat. Muzikát, te mekkora ügy. De mennyire voltam a végétől. Valamit így. Meg se nézed, kidobod a szemétbe, mondod köszönöm. De én ott hagytam. De ezt nem lehet, figyelj, ez hazugság. És a gyerekének karácsonykor szavalni fogsz, vagy mi lesz? Nem, vagy a gyerekeim... Vagy ilyen monologokat adsz elő? A gyerekeim kapnak. Na. Lesz kapsz. De miért? Mert nem akarom, hogy azért, mert apukájuk hülye, azért ők is, őket is hülyének nézzék az óvodába, hogy ő náluk máshogy van, mint máshol, ezért eljátszom. Hagyjuk a fenébe, akartunk az Imivel neked karácsonyra, de akkor nem szarom. És a baráti társaságban egyszer ott hagytam, és sértődés volt, hogy én direkt ott hagytam az neked ilyet. Valamit. Ne, az Isten meg. Most már a franc fogja megvenni azt a 2 karátos gyémántot neked. Ha nem örülsz, nem örülsz. Mondjuk egyedül az ékszerrel vagyok úgy, hogy nagy néha. Vegyél magadnak! Hát ez szóval. De pénzt azért adhatok rá. Ezt meg nem igazán bunkódott. Hát akkor boríték. Zsebedbe dugjak 50 forintot. Amikor puszilkodunk, akkor így adaduktok valamit, hogy puszilkodunk. Ne vegyem észre. Most miért kell szégyelni? Hát mindig, amikor megjövök, öleltek, csókoltok. Hát ha most, hogy a gyereked van tőlem, akkor megöllek. Kollektív öngyilkosságot kísérelt meg egy iráni férfi, mindhárom felesége. Összevitatkoztak ugyanis azon, hogy férjük csak egyiküket lepte meg egy csizmával. Szerintem a hajós volt. Életüket megmentették, és mindhárman ugyanabban a kórházban, de külön kórteremben lábadoznak. Szerintem elérték a céljukat, mert most egy cipőbe járnak. Na de minek nekik több cipő? Hát egyszer csak egy mehet ki az utcára, nem? Igen. Egyébként tudjátok, mire vagyok kíváncsi, hogy akkor mekkora balhé lesz majd, amikor ugyanez a férj meglátogatja csak a csizmás csajt. Ha ezért már öngyilkosok lettek, utána mi lesz? De legalább összetartanak. De én láttam egy filmet, amiben azt mutatták, hogy ahol olyan több nehézség van, ott a külön háztartásszerűségekben élnek ezek, és a férfi vándorol egyiktől a másikra. Ezek nálunk ott együtt vagyunk mind. És a csizmákkal mi a helyzet? Csak annak vettem, akinek büdös a lába. Én kérek elnézést. Ugye milyen jó helyre hoztunk, Robi, látod? Én csak azt említem, hogy az a csaj mi lett öngyilkos, aki kapott csizmát? Meg kicsi volt neked.
kövessen meg és kérjen bocsánatot, szólította fel a parlamentben napirend előtt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Pokorni Zoltánt. A Fidesz alelnöke egy sajtótájékoztatón példátlan botránynak nevezte a nemzeti tankönyvkiadó privatizációját, mondván a céget átjátszották Gyurcsány Ferenc korábbi üzleti partnerének, Erdős Ákosnak, a Lange RT vezetőjének. A miniszterelnök ezt visszautasította, és közölte, ha Pokorni nem kér bocsánatot, vagy nem tudja vágyait bizonyítékokkal alátámasztani, akkor rágalmazás miatt lepereli. Már úgy szemben, hogy ezt a kutya se tudja, csak dobáloznak dolgokkal. Hát mit tudjuk, mi az igazság? Te nem hogy látod tudja. Ezt? Szerelmem. Miután egy olyan... Nem csak azért szerettelek volna fölkelteni, mert mondom már... Nem csak az a baj, hogy szóval én szeretnék illeszkedni a dolgokat, de nem érdekel. De mondjuk, hogyha így rám kérdeztél, figyelj, Imi, szerintem mi ketten alapítsunk egy kormányt. Mi? Persze. Lehetnék ezeket mondassuk le a francba. Tehát mindenki mindenkitől kérjen bocsánatot, de szerintem a politikusok azok ne egymástól kérjenek bocsánatot, hanem... A néptől. Hát igen. Így először, és utána mondjanak le. Utána mondjanak le, és akkor mi alakítunk egy kormányt. Mondjuk szerintem te leszel a folyékony élelmiszerügyi minisztériumnak. De ez a kormány nem lenne fönn sokáig, mert előbb-utóbb megdaglik, nem? Mikor majd én miniszterelnök leszek? Én kivándorlok innen, most mondom. Arany útlevelet kapsz, János. Kérem a svájci kettős állampolgárságom. Hármasat megadom neked, csak menj. Hogy... És amikor én miniszterelnök leszek, és akkor majd ki fog derülni például, hogy én a közvagyon, mert hogy mondjuk az a viszki, amit az Imrével, aki nekem korábban a harcos társam, bár én a tisztelője. Ezt eddig és nem értettem egyébként. De nem is fogod, hát ilyen akkor miniszter. Ő már magyarosítani fog, hajósol Aurórára. 40 emberölésért elítélt rabnál járt vendégségben Sisi, a való világ vörös démonja. Menjél már! Ez hol van? Itt az van, 11. Ezzel súlyosbították a büntetésüket. De hol van ez? 11. Az elítéltek sütivel várták Sisit, de voltak is saját maga által faragott szobrocskával lepte meg. Ez ilyen faszobor? Mindegy. A lány magáról készült fényképekkel köszönte meg a szíves vendéglát. És adott 500 forintot mindenhol. De hogy ezt... Most ez komolyan mond, ez divat lett ez a börtön látogatás, nem? Ja. De hát az nem egy nagy dicsőség neki, mert nincs nagy konkurencia, nem? Tehát hát nem. Ott... De van egy csinos master, nagy bajusza van. Azt félték egy is óta állítólag. Állítólag megszavaztatták ezeket az emberek, és őt szavazták meg, hogy őt kérik be. Hát ez miért szavaztatták? Szerinted, mert... De nem azt mondtam, hogy miért őt kérték be. Hanem ki a túrót érdekel, hogy őt... De olyan jó, hogy nem én rám szavaztak. Azért, mert nem tudod, hogy a... Majd a tököli börtön, női börtönbe lesz. Én voltam egyszer börtönbe, 12. cellában láttam egy Hernádi képet, az se volt egy kicsit maszatos. Nagyon. De csak mondom. És a hír arról nem szól, hogy a rabok miközben várták őt egy másfél napon keresztül, kintről cigarettáért hoztatták a szappanokat, és szét volt szólva, hogy 2000 szappan ott, ahogy jön be Sisi, hát ha lehajol az egyikért. De ami nekem eszembe jutott, hogy a milyen rövid ideig tart egy ilyen sztárság, hogy ha a Sisit meg a sütit kicseréled, akkor ugyanúgy igaz. Tehát azt mondja, sütivel várták Sisit, de egy picit Sisivel várták sütit, ugyanúgy jó. Ugyanúgy működhetnek. Álljunk meg! Ja, jó igen. Volt, semmi beleszólás. Nagyon jó volt, nem... abszolút. De látod, mi megdicsérünk hát, téged, ha valami mondjuk jó. Te nem, csak jó az Imre, azért én figyelem. Azért ezek a börtönlakók jobban örültek volna a Talján Bikának. Kicsoda az? Hát, ha már... Mi? Talján Bika? Te senkit nem ismersz? Ronaldo, vagy miért? Hogy ilyen? Renato... Oki, Puki, ja. Puki. Igaz, hogy ezek lehetnek zenészek is, mert ugyanaz a Bika, ez azt hittem, hogy ez te vagy, én megmondom őszintén. Ki? Hogy, hát azt hittem, hogy téged hívnak így, hogy a kós, meg itt, neki Pongó a fedő neve. Pongó.
Hölgyeim és uraim, ne feledjék el, hogy a jövő héten is vasárnap, azaz mához pontosan egy héten találkozunk. Most pedig nem menjenek sehová, hiszen perceken belül kezdődik az év legnagyobb boxmérkőzése, a Morales Barrera összecsapás. A telefonszámunk mielőtt még elköszönnék, kicsi ilyen elfelejtett a 0-1-3-5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 -
Hetes oldalát nagyon-nagyon-nagyon nézzék meg, és a heti hetes kukac.rtq.hu, az pedig egy e-mail cím, a www.rtq.hu, az pedig egy weboldal. Köszönjük a figyelmet, találkozunk, még egyszer mondom, a jövő héten pontosan egy hét múlva vasárnap, a viszontlátásra.